Sziasztok, kedves lányok, kedves srácok! A színészek életében nem ritka, hogy film vagy sorozatbeli partnerükben találnak társra. Ez nem meglepő, hiszen a hónapokig, olykor évekig tartó közös munka, az együtt megélt pillanatok és intim szituáció közel hozhatják egymáshoz a színészeket. Na már most, ebben a videóban elhoztam nektek olyan sztárokat, akik forgatás közben jöttek össze. Amennyiben érdekel titeket ez a videó, mindenképpen tartsatok velem. Jó szórakozást hozzá! Első, Jennifer Lopez és Ben Affleck. Jennifer Lopez és Ben Affleck volt Hollywood egyik leghíresebb párja, miután 2003-ban a Gangster Román című film forgatásán összejöttek. Ben még az énekesnő egy videoklipjében is szerepelt. Később eljegyezték egymást, pontosabban a színész az énekesnőt egy rózsaszín gyémántgyűrűvel. A kapcsolatuk azonban nem végződött házassággal, hiszen az utolsó pillanatban úgy döntöttek, hogy nem kötik össze az életüket, hanem véget vetnek az egész kapcsolatnak. Második, Kristen Stewart és Robert Pattinson. Kristen és Robert az Alkonyat sorozat forgatása alatt találtak egymásra. Bár először sokan kétkedvel fogadták a dolgot, és inkább egy reklámfogásnak ítélték, de ez egyáltalán nem így volt, ugyanis 5 éven keresztül tartott a románcuk. Később Kristen lebukott egy megcsalásos sztoriban, mégpedig Rupert Sanders-el a Hófehér és a Vadász forgatásán. Pattinsonnal való szakításuk után újabb váratlan dolog történt. Kristen ugyanis becsajozott, és egy ideig csak a nők fordultak elő az életében. Ettől függetlenül a sztárpárnak sikerült baráti kapcsolatot teremteni, és ma már egészen jóban vannak. Harmadik, Ashton Kutcher és Mila Kunis. Ez a páros jó példa lehet azok számára, akik hisznek a hollywoodi szerelmekben. Először azok a 70-es évek show forgatásán találkoztak, ahol Mila még csak 14, Ashton pedig 21 éves volt, viszont már ekkor kialakult köztük egy jó baráti viszony. Ez később fokozódott egy amolyan barátság extrákkal kapcsolattá. 2015-ben végül összeházasodtak, azóta pedig már gyerekeik is születtek. Bár sokszor felrebbent a hír, hogy válni készülnek, azonban a pár egy közös videóban tagadta a pletykákat. 4. Kit Harington és Rose Leslie. A Trónok harca leghíresebb szerelmes párjának bizony rá kellett jönniük, hogy nem csak a karaktereik, hanem ők maguk is szerelmesek. Leslie és Harrington 2012 óta járnak, igaz azóta párszor szétmentek, de ennek ellenére 2017-ben Kit mégis megkérte Rose kezét, majd 2018-ban került sor az esküvőre. A pár azóta is boldogan él. 5. Vanessa Hudgens és Zac Efron. Vanessa Hudgens és Zac Efron a High School Musical forgatása alatt találkoztak először, ahol egy szerelmes párt játszottak. Olyan sikeresen játszották, hogy még a magánéletben is kapcsolat született belőle, amely 4 évig tartott, pontosabban 2006 és 2010 között. A színésznő elárulta, hogy a High School Musical jelenség miatt egy kicsit úgy élte meg az Efronnal töltött éveket, mintha az egész világ a kapcsolatukhoz tartozna, azonban ezeket a forgatás ideje alatt félretették. A szétmenésük oka elvileg nem egy komoly dolog miatt történt, hanem szimplán ellaposodott a viszonyuk. Azóta sok víz lefolyt a Dunán. Természetesen mindketten tovább léptek, mint a karrieri, mint pedig a párkapcsolati életükben. 6. Channing Tatum és Jenna Dewan. Channing és Jenna kapcsolata a Step Up című film forgatásán kezdődött még jóval 2006-ban. A két színész ekkor találkozott először, és rögtön egymásba szerettek. 2009-ben házasodtak össze, majd született egy kislányuk. 2018-ban érkezett a hír, hogy a két színész válni készül. A neten lévő információk szerint a válás oka nem megcsalás volt, hanem valószínűleg a sok forgatás és a felek elfoglaltsága vezetett odáig. Azóta Channing összejött Jessie G-vel, akivel kemény egy év után szét is mentek. Jenna pedig Steve Kazival jött össze, aki mellett úgy tűnik megtalálta a boldogságot. 7. Nina Dobrev és Ian Somerhalder. Nina és Ian a Vámpírnaplók című sorozat forgatása közben jöttek össze, ahol egy párt alkottak, ami az örökké valóságig is tarthatott volna, pont mint a valóságban. Azonban a való életben csak 3 hónapig voltak együtt. Mindkettőjük más-más dolgok után érdeklődött, ezért úgy döntöttek, hogy inkább külön folytatják az útjukat. Azóta Ian elvette feleségül az Alkonyat sztárját, Nikki Reedet, és később gyermekük is született. Dobrev pedig a legfrissebb információk szerint az olimpiai bajnok snowboardossal, Sean White-tal jár. 8. Ryan Reynolds és Blake Lively.
A páros a zöld lámpás forgatásán találkozott először. Ryannek egyből sikerült a színésznőt levenni a lábáról, és úgy fest, tényleg ő volt a befutó a nő számára, mivel 2012. szeptemberében összeházasodtak, 2015-ben pedig megszületett első közös gyermekük, majd rá egy évére 2016-ban megszületett a második is. A mai napig egy boldog családot alkotnak. 9. Miley Cyrus és Liam Hemsworth. A Black Mirror-ban játszó színész, énekesnő és ex-férjének kapcsolata még 2009-ben kezdődött, az utolsó dal című forgatása alatt. Viszonyuk azonban eléggé viharosra sikeredett. Először nagy volt a szenvedély, aztán 2010. augusztusában szétmentek egy kisebb időre, majd újra összejöttek, de aztán ismét szétmentek. Majd 2018 karácsonyakor titokban összeházasodtak, megkoronázva ezzel a 10 évig tartó, se veled, se nélküled viszonyukat. Majd 2019. augusztusában jött a hír, hogy 8 hónap házasság után el fognak válni. 10. Brad Pitt és Angelina Jolie. Ma már szinte köztudott, hogy a páros a Mr. és Mrs. Smith forgatása alatt szeretett egymásba 2004-ben. Természetesen ez akkoriban még nem volt hivatalos, hiszen Pitt akkoriban Jennifer Aniston férje volt. A két színész szuperpáros húzása egy soha véget nem érő bulvárőrületet eredményezett. 2014-ben házasodtak össze, és boldogan nevelték 6 gyermeküket, amelyből 3 a sajátjuk volt, 3-at pedig örökbe fogadtak. 2016-ban szinte bombaként robbant a hír, hogy kibékíthetetlen ellentétek miatt a páros elvált. 11. Eva Mendez és Ryan Gosling. Ryan Gosling több korábbi barátnőjével is munka közben jött össze. Sandra Bullock színésznővel például a 2002-es Kísérleti gyilkosság című film forgatása alatt szerettek egymásba, Eva Mendezzel később, azaz pontosabban 2011-ben kerültek közelebb egymáshoz. A páros akkor együtt szerepelt a Túl a fenyvesen című filmben. Kapcsolatuk azóta is kitartóan működik, és jelenleg 2 kislányuk van, Esmeralda és Amanda. 12. Freddie Prinze Jr. és Sarah Michelle Gellar. A pár az 1997-es Tudom, mit tettél tavaly nyáron című horrorfilm forgatásán ismerkedett meg egymással, azonban randizni csak 3 évvel később kezdtek el. 2002. szeptember 1-én összeházasodtak, és azóta is egy párt alkotnak. Időközben született egy kislányuk és egy kisfiúk. Előbbit Charlotte-nak, utóbbit pedig Rocky-nak hívják. 13. Rachel Weisz és Daniel Craig. Rachel Weisz és Daniel Craig már évek óta barátok voltak, amikor 2010-ben együtt elkezdték forgatni az Álmok otthona című filmet. A kapcsolatuk ekkor lépett nagyobb szintre, és a barátságból szerelem lett. 2011-ben összeházasodtak. Majd 2018-ban bejelentették első közös gyermekük születését. Na hát el is érkeztünk a videó végéhez, én nagyon szépen meg szeretném köszönni nektek a figyelmet, ha tetszett a videó, mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, ha szeretnétek követni a munkásságomat, akkor pedig iratkozzatok fel. Találkozunk a következő élőadás, vagy esetleg videó formájában, további szép napot nektek, pisz testvéreim, sziasztok! So hard days, you got me like...